Szeretettel köszöntjük a Ferencváros Televízió nézőit. Arcokváros Ferencváros című műsorunknak ismét három vendége van. Mezei Katalina, Kossuth és József Attila díjas. Író, költő, műfordító, a Széphalom könyvműhely alapítója, vezetője. Ugye a Széphalom könyvműhely a Lónyay utcában van most már 2010 óta. És Böszörményi Gergely, a Református Zenei Fesztivál és a Református Ének koncert istentisztelet magyar örökség díjas főrendezője, a Ferencvárosi Szakrális Kórus találkozó megálmodója. Ezek az események mind a Ferencvároshoz köthetőek, és köszöntöm dr. Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét. Ugye mindhárommójukban az a közös, hogy valamilyen értelmes nyomot szeretnének hagyni az utókorra, vagy hát Ferencvárosra is. Mi ez a nyom, hogyha ezt le lehet írni szavakkal? Hát természetesen esetünkben, ha irodalomról van szó, akkor az írott szó az, amit igyekszünk úgy magunk után hagyni, hogy abból másnak is valamiféle haszna legyen, örömet teljék benne. Tehát íróként is, könyvkiadóként is ez a szakmám, ez az életem. Én nekem apám mondta ezt a bemutatkozó írásaimban, mindig oda is írom, hogy nem a mindenáron való profit termelésre kell törekedni, hanem apám intelmének próbálok eleget tenni, aki azt mondta, hogy próbálj meg értelmes nyomot hagyni az utókorra. Ő persze arra gondolt, hogy írjak. Kérdeztem tőle, még fiatal koromban, mert ezt már fiatal koromban is mondta, hogy írjak, amikor már hanglemez kiadással foglalkoztam, hogy te mikor is kezdtél írni? Hát mondta, hogy 60 éves koromban. Hát mondom, én attól még nagyon messze vagyok, úgyhogy ezzel még várhatunk, de én már nyomot hagyok azzal, hogy olyan zenekarokat, olyan művészeket támogatok, akik a világ bármely színpadán megállják a helyüket, amely valóban világszínvonalú, és valamiért, nem véletlenül Periferic Recordsnak neveztem el aztán a kiadót, valamiért ezek a magas művészi értékek azért elég sokszor a perifériára vannak valóban szorítva. Író szerettem volna lenni, Ottlik Géza iskola határon elolvasása után, akkor már eldöntöttem 14 és fél évesen, hogy ennél nagyszerűbb, nagyobb dolog nem lehet, mint le tudni írni azt, amit élmények érik az embert. Aztán rá kellett jönnöm, hogy az nem csak úgy, hogy tollat fog az ember a kezébe, és már jönnek is a szavak, arról nem beszélve, hogy le tudom-e én azt írni úgy, hogy annak az olvasónak azt jelentse, amit én. Tehát ez azt lehet mondani, hogy hanvába hol, de hát az olvasás élménye az maradt. A nyomot hagyni pedig azért a latin órák, Horácius a Egzégi Monumentát, az Ércnél maradandó művet alkotni, az nem csak az írásra vonatkozhat, hanem adott esetben egy városvezetői tevékenységre. Tehát majd anno egyszer, ha írják, hogy polgármestersége idején, és akkor felsorolás, akkor talán lesz ott mit olvasni. Ebben reménykedhetek. Igen, ez a nyomhagyás, tehát hogy mások nyomait is meghagyni másokra. Tulajdonképpen ez a másik két kötet, ami ugye itt van az asztalon is, erről szól, ami egy közös projekt ugye a Ferencvárosi Önkormányzattal. Így van. A Ferencvárosi Életutak pályázat volt az első, amit közösen hirdettünk meg az önkormányzattal, és egy jó kis kötetnyi, közölhető irodalmi mértéket megütő önéletírás érkezett, amely többnyire idős embereknek az életútját beszélik el saját maguk, és nagyon sok mindent elmondanak Ferencvárosról, amit már csak az épületek őriznek, meg az idős emberek emlékezete. Másként járom azóta Ferencváros utcáit, és keresem azokat az emlékeket, amik nem az enyémek, de már mindenki azáltal, hogy ez a pályázat sikerült, és olvashatók ezek az életutak. A másik ilyen közös pályázatunk volt, és nagyon büszke vagyok rá, mert ez is arra ad lehetőséget, hogy sokkal jobban ismerjük azt a helyet, ahol élünk. A Ferencváros 1956. Ferencváros a forradalomban, ahogy szüleink, nagyszüleink megélték. Ez is egy nagyon szép és tartalmas kis gyűjtemény, és egyes házak, egyes utcák életét másképp látja az ember most, amikor tudja, hogy mi minden történt. Mi mindennek volt a helyszíne 1956-ban Ferencváros.
hogyha szabad Dobai Pétert parafrazálni, ugye a térterápiának hívja azt, amikor Ferencváros épületei, gyönyörű épületei között sétál, hát íbből mennyi mindent épített, csak íbből Miklós Ferencvárosban, a Bakásszéri templom, az íbből palota, a Corvinus Egyetem a mai épülete, az maga terápiás hatással van, talán kedv terápiának lehetne nevezni az ilyen kiadványokat, hiszen az érinthető, tapintható falakon túl az ma még élő emlékezetből épít egy olyat, egy könyvet, ami olvasható, újraélhető, és bizony Ferencváros pont attól kedves és szép hely, és a Ferencvárosi Város Rehabilitáció pont attól kedves és szép hely, hogy a város szövetét is megőrzi, tehát az épületek, az utcák megmaradnak, legfeljebb a Szvetanai utcából Lenhorsék utca lesz, a Temető utcából Mester utca lesz, de maga a Mester utca vonalvezetése, az ott élők cserélődnek, de a lelkület, a platánok nőnek egy kicsit, de a lelkület és az érzés az talán nem változik, és ebben segítenek ezeknek az elolvasások. Ezek nagyon fontosak egyébként, ezek a kiadványok. Mi a szüleinkkel, nagyszüleinkkel ültünk le videóval és magnóval, még kis kazettás magnóval, hogy meséljenek. Mert ezek nagyon fontosak, hogyha nem születik, ugye ez az elmesélt történelem, az oral history, hogyha ha ez nem marad fönt az utókor számára, akkor az utókor egy csomó mindent elveszít, és nem is ért meg. És ezért nagyon jó, hogy vannak olyanok, akik ezt lejegyzik, vannak olyanok, akik ezt fölkarolják, támogatják, úgyhogy ez tényleg jó. Közös pontok is vannak, például azok a közösségszervező tevékenységek, ugye az irodalmi, vagy kulturális, vagy ugye egy kerület közösségének a szervezésének az élménye is. Hát igen, a Református Zenei Fesztivál 16 évvel ezelőtt hoztuk ide Ferencvárosba. Valahogy mindenki azt mondta, hogy ez a Ferencváros olyan református hely, mert ugye itt van a Rádai utca 28, a Duna melléki református egyházkerületnek a székháza, amely egyúttal az egyetemnek is helyszíne. Itt van a református templom a Kálvin téren, itt van a Lónyai utcai református gimnázium. Hát és így adva látszott, hogy mi meg ugye annak idején a Lilium utca 1/A-ba indultunk, mint hanglemez kereskedők, úgyhogy a ferencvárosi kötődés az egészen 1980-as évek elejére tevődik. És hát igen, idejöttünk ebbe a kerületbe, és jól tettük, hogy idejöttünk, mert valóban olyan közösséget találtunk itt, hogy a reformátusok is megmozdulnak, és ugyanakkor pont az ökumenei jegyében tulajdonképpen mindenki szívesen látott, akár fellépőket illetően, akár a közönséget illetően, és ezt ma már mindenki érti. Még az első egy-két évben voltak olyan kérdések, kiderült, hogy az egyik katolikus, a másik evangelikus, a harmadik baptista, jöttek, hogy ez református zenei fesztivál, ide mi katolikusok vagyunk, mi is jöhetünk, és mondtam, ne vicceljetek, már persze gyertek be, és érezzétek magatokat. Még körmenetet is létrehoztak, nem? Igen, a körmenetet úgy hoztuk létre, amit mi viccelődve szoktunk persze hangoztatni és mondani, hogy én nekem nagyon sok olyan élményem van katolikus barátaim révén, amiről azt gondoltam, hogy ezt meg kellene valósítani a reformátusoknál is. És gyakorlatilag 14 vagy 15 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a Bakács térről induljon el egy zsoltáros fáklyás menet végig a Rádai utcán, érkezzünk meg a Kálvin téri református templomba, ott legyen egy késő esti zenés áhítat, éjféli mise, ugye mindennek megvan a párhuzama. És a nagyon aggódó református testvérek meg is kérdezték tőlem, hogy most már akkor nekünk is lesz körmenetünk? De megvolt rá a válasz, azt mondtam, hogy nem testvérem, nekünk nem lesz körmenetünk, mert mi a Rádi utcán nyíl egyenesen megyünk Krisztus felé, és akkor megértették, hogy ilyen kérdéseket fölösleges föltenni. A német alföldi turisták azok szívesen csatlakoznak, felismerik ugye az énekeket, legyen az holland, német vagy belga, valóban ez így történik, hogy csatlakoznak, ha először csak néznek, felismerik a dalomot mindenképpen, és aztán csatlakoznak a... Kicsit divavőrös is lettem, mert az egyik legkedvesebb ilyen történet úgy történt, hogy elindulunk, megállunk a menet. Ez egy nagy 850-900 fős nagy tömeg, és a Mulató negyeden keresztül, ugye itt a teraszokon keresztül kell végigvonulni, és az egyik teraszon 8 jól öltözött, elegáns, kedves, középkorú hölgy üldögélt a kis boros poharával az asztalon, és amikor megálltunk előttük, éppen az egyik olyan nemzetközileg is közös éneket énekeltük, ami a németek számára is ismert volt, megemelték a poharokat, és velünk énekelték németül. Hát ez igen, ez a zenének és az éneknek az előnye, hogy tulajdonképpen
nem kell a nyelvhez kötődni, ahogy az irodalom a nyelvhez kötődik. De nekünk is vannak ilyen kellemes tapasztalataink, hogy igénylik és szeretik az itt élő emberek, asszonyok az irodalmat, meg a könyvekkel való találkozást. A könyvtár fiókokban, Boráros téren, a József Attila lakótelepen szoktunk ilyen könyvbemutatókat tartani, és bevezettük, hogy a végén könyvtombolát rendezünk, de ez olyan tombola, hogy mindenki húz egy sorszámot, és csak az benne a kérdés, hogy melyik könyvet fogja a sorszám szerint az illető elnyerni. És ez nagyon-nagyon népszerű, nagyon jó kis közönségünk, állandó csapat jön össze ezeken a eseményeken, egy 20-30 érdeklődő ember, aki azt az új könyvet is megismeri, meghallgatja az írót, akit odaívunk, és utána meg örömmel viszi haza a kiadványainkból azt, amit ott nyert, és ilyenkor bízik az ember, hogy felkeltjük az érdeklődést. És valóban, mivel kétszer egy héten, hétfőn és csütörtökön délután be is lehet jönni a kiadóba, mindig ilyen nyílt napok vannak, akkor ott van úgy, hogy bejön valaki helybeli, környékbeli, keresi ezt vagy azt a könyvet, amit ugye a Magyar Napló könyvkiadó és folyóirat is itt él a Ferencvárosban, Ferenc körút 14-ben, és az ő hirdetéseikből sok mindenről tud az, aki akar tudni, úgyhogy van egy kicsi helybeli sikerünk is. Ferencváros egyébként, bocsánat, Ferencváros egyébként éneklő kerület. Igen. Nem csak azért, mert itt sokan énekelnek, hanem a maga a polgármester is énekes. És van, úgyhogy játék. És az a kerület nem lehet másmilyen, hogyha a polgármester maga is énekel. Amikor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén az 500 fős kórus énekel, például akkor ő rendszeresen vendégünk. És illetve nem csak énekel, hanem a verseket is nagyon szereti. Hát zavarba hoznak a vendégek, mert erről kellene beszélni, de vígan jelenthetjük, hogy a Gutenberg galaxisnak sincs vége. A zsoltároknak sincs vége, tehát olvasnak, énekelnek az emberek, és meg tudják érezni azt az élményt, hogy a zene hallgatás és a zene művelése, éneklése, mint legegyszerűbb, ugye a legősibb és legolcsóbb hangszer, ami a torkunkban van. Ja, hát itt az egység napján a különböző alkalmakkor a kerület valóban énekel. Nagyon sok diákot láttam már akár a templomban, akár kint tereken énekelni, több száz fővel is. És erre gondoltam én azt, hogy ha már másik kerületben van is ugyanilyen, akkor legyen a Ferencvárosban is egy szakrális kórus találkozó, és erre az idei évben 8 kórus jelentkezett. Halljuk meg, látjuk is, hogy mennyire pezsgő református zenei élet van, de mennyire mondható el ez az irodalmi életről, vagy mondjuk Ferencváros mennyire termeli mondjuk a kortárs irodalmat, vagy a kortárs szerzőket? Volt már olyan is, sajnos most nem hoztam el egy nagyon szép kis kiadvány, amit Ferencvárosban kezdeményeztek, és hanganyag is készült hozzá. Egy József Attila szonetnek a sorait osztották ki, ez is az önkormányzat kezdeményezése volt, Lázár Balázs színművész költő volt a szervezője, hogy a kortárs költők között, 14 költő között szétosztották, lehetett beleszólása az embernek, tehát választhattunk is József Attila Hazám című versének a sorait, és annak a sornak az indításával kellett egy-egy szonettet készíteni, írni, ami azután megjelent egy kis füzetben és egy DVD-n is hallható volt. Én azt hiszem, hogy nagyon sok minden kötődik a József Attila emlékházhoz, a Gát utcai emlékházhoz. Például a gyerekeknek a versmondása is volt már olyan a költészet napján, hogy sok iskolás gyerek összegyűlt, és egy-egy verset ott együtt elmondtak. És a kórus tagokat mindig irigyli az ember, hogy milyen közösségi élmény is egymáshoz igazodva énekelni, mert azért nem arról van szó, hogy mindenki énekel, aztán majd csak lesz valami, hanem figyelembe kell venni egyrészt a művet, másrészt a karmestert, harmadrészt pedig az többi énekest is, igazodni kell egymáshoz, és ez az igazi közösségformáló erő, és valami ilyesmi, amikor közösen verset mondanak a gyerekek, ebben megvalósul, tehát egy olyan élményhez jutnak ennek a közös versmondásnak a révén,
ami egyrészt beléjük vési azt a verset, azt az irodalmi szöveget, és József Attila versek esetében ez nagyon-nagyon fontos, és hasznos, hosszú távra is hasznos lehet, másrészt meg megtanulnak valamit együtt létrehozni. Nem én produkálom magamat, és szép és okos vagyok, hanem mi együtt, mert hogyha csak egy is kilóg, az is tönkre tudja tenni az eredményt. Ez a József Attila szonetkoszorús játék, hogy így mondjam, ez valóban interdisziplináris lett, hiszen a József Attila általános iskola diákjai festették, rajzolták az illusztrációkat hozzá, ugye attól ez a neve ennek az iskolának, mert oda is járt a költő maga is, és a Grillusék zenésítették meg, bár ők azt mondták, hogy ilyet még nem csináltak, mert ez rettentően nehéz, hiszen 14 szonett, ugye 14 különböző, teljesen különböző szonett, 14 teljesen különböző kortárs körtőtől, nagy feladvány volt nekik, de egy nagyszerű zenei élmény is amellett, hogy József Attilát népszerűsítjük, és hát József Attilának egy súlyos örökségünk és kötelezettségünk azáltal, hogy itt született és első 14 évét itt élte, nem beszélve, hogy 19 különböző helyszínen. Ugye alkalmazkodván a korhoz mobil applikációs sétát lehet tenni Ferencvárosban, mind a 19 helyszínt végigjárni, ahol éltek, a mamával és a nővéreivel, és ezáltal is közelebb vinni a költészetéhez, a verseihez, a verseiben található érzésekhez az itt élőket, és Ferencvároshoz, tehát kötődjön, és megint csak otthon Ferencvárosban. Irónő tudja elmondani leginkább, hogy tulajdonképpen lehet, hogy hamarabb véget érnénk a névsorral, hogy ki nem dolgozott, lakott, élt itt Ferencvárosban a nagyok közül. Hát valóban nagyon, nagyon gazdag ilyen tekintetben a kínálat, hiszen belső Ferencváros tele van, minden házunkban szinte emléktábla, és nagyon sok író költő, hogy csak más nem mondjunk abba az utcába, amiben mi dolgozunk. Ott élt és dolgozott hosszú éveken, évtizedeken át Vati Zsuzsa, Lázár Ervin, és két nagyon érdemes gyermekük is van, Lázár Fruzsina, a lányuk újságíró, riporter, fiúk is, értékes ember, jogász ember. Tehát nagyon sok olyan lakója van, és olyan lakója volt ennek a kerületnek, akikre jó, ha odafigyel. Egyrészt ugye a kulturális élet, másrészt, ha az itt élő emberek is tudják, hogy milyen nevezetes életútak és életművek kötődnek ehhez a városrészhez. Hát köszönjük szépen, remélem, hogy hamarosan tudjuk majd ezt a beszélgetést folytatni a ferencvárosi irodalmi életről, illetve a zenei életről. Sajnos már ennyi fért bele. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jövő hónapban is lesz Arcokváros Ferencváros, addig is nézzék vissza adásainkat a YouTube-on, vagy írjanak nekünk az info@9.tv-re, ha valamilyen észrevételük vagy kérdésük van adásainkkal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!